100 millió ember fogja a nevedet hálás imáiba foglalni, akiket megmentünk attól, amit a 20. évszázad tartogat nekik. Főleg az első fele. Vendégjátékra érkezett a Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyöty társulata. Szőcs Géza, erdélyi születésű költő, drámaíró, 2019-ben bemutatott művét hozták el Nyíregyházára. Az előadást Románia több városában és hazai fesztiválokon is bemutatták már. A darab magyar nyelvű ősbemutatója Szatmárnémetiben volt, mivel azt korábban csak olasz és orosz nyelven játszották. A történet szerint a különleges, látnoki képességekkel rendelkező Rasputin vízióira hallgatva megpróbálja megakadályozni az első világháború kitörését. Felkeresi a korabeli Európa vezetőit, többek között II. Miklós cárt, II. Vilmos császárt, Ferenc József császárt, 5. György angol királyt, ám azok nem hallgatnak Rasputinra és jóslataira. Az előadás rendezője, Szardar Tagirovszki elmondta, az előadás megszületését több éves folyamat előzte meg. Amikor egyszer csak bevillant ez, ő azt mondja, hogy én hoztam elő, én azt mondom, hogy ő, már egyikünk sem emlékszik, de amikor bevillant maga ez a tény, vagy ez a darab, onnantól kezdve én azért kaptam lázat, mert nagyon hiszek a jelekben, és hajlamos az agyam úgy konvertálni, hogy ezek jelek voltak, hogy én már előzményileg ismertem ezt a darabot, amit itthon úgy tudom, hogy kevesen ismertek. Tehát Magyarország a mai napig nem volt bemutatója ennek a darabnak, ennek az előadásnak, ennek a szövegnek. Ehhez mértem már több országban bemutatták, és a legközelebbi Magyarországhoz első ország az Romániában, Erdélyben, Szatmárnémetiben történt, és talán ezt a kérdéskört is fogjuk valamilyen szinten érinteni a ma este folyamán. Szőcs Géza drámája egy történelmi látlelet a kollektív európai és globális lelkiismeretünkről. A címszerepet Rappert Vence Gábor alakítja, aki Rasputin megformálásáért idén a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján a legjobb férfi főszereplő díját nyerte el. Rasputin itt egy fiktív figura, aki megpróbálja megakadályozni a háborút azáltal, hogy ő előre látja, hogy ebből háború lesz, és sok millió ember fog meghalni. És ezt elmegy, és megpróbálja lebeszélni az akkori uralkodókkal, hogy ne legyen ez. Nem sikerül természetesen neki. És ez egy gyönyörű parabola, ami sajnos a mai világban egy nagyon nagy aktualitást kapott, amit mi eszünkbe nem jutott akkor, hogy ez így történhet a közeljövőben. Az álom és valóság határán feszülő jelenetek, a különleges képi világ, a zene és a nagyszerű színészi alakítások mind felejthetetlenné varázsolták a Haraggyöty társulat vendégjátékát. Amit csak lehetséges, minden, most azonnal, rögtön, minden. Most azonnal.